Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a 2018-as év utolsó videója, ebben pedig egy évvégi baki parádét tartok. Elviszik, besorozzák katonas a katonaságba, mint ló, mert hogy ő egy ló, és ez egyre rosszabb! Sziasztok, Matilda vagyok, és ma szeretnék beszélni Jennifer Niven legújabb könyvéről, előről. Szóval a kapcsolatuk eléggé nem valami pozitív indulás. Micsoda? Mondjam azt, hogy k***a volt benne igazából. A halál kúra. Itt len. Magyarul kezdtem el olvasni, milyen más nyelven tudtam volna olvasni. Igen, az amúgy tök hülyeség volt, amit most mondtam, de mindegy. Angol könyvek uralkodnak. Még egyszer! Igen. Szóval, amikor a... Nem. Tök jó volt. Igen, ezt majd kivágom. Bár a Szilmarilokat még nem olvastam, de... Két izzom ki van égve. Biztos tök jó lehet látni ezt a színdarabot. John Green-től az Én és a csaj, aki meg fog halni. Hát köz, spoiler alert. Hogyha tetszett a videó, a könyv alapján készült, mindkét, vagy hát az Szóval ez alapján köztük így megy a rivalír le. Hogy mondjuk azt ki? Köztük így megy a rivalír le. Nem fog menni! Sziasztok! Talán... Akkor szívesen elolvasom a véleményeteket. Kommentben. És emiatt beszélek most hülyeségeket könyvekről. Sziasztok! Matilda vagyok. És ma szeretnék... Majdnem tökéletesen a film alap... Mit mondtam? Következő példa... Vissza. Újból. Roald Dahltól. Nézzétek meg! Ez egy nagyon jó film! Mi a neved, Rowling? Ja, jó. Hogy mondtam? Ja, igen. Pont mindig akkor fejeztük be. Felesleges infó, nem érdekes. Hello, Dobby. És én egy... És én... Jó. Most megint föl kell emelnem. Maga nem gondoltam bele. Most leszed az a... Ha tudnék beszélni, az még jó is lenne. Ezek a könyvek kaptak Oscar-díjat a 2017-es évemből. Nekem ez a könyv végső soron is... Jó? Jó? Elsősorban ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik szeretik a lovakat, mert hogy elég sok ló van benne. Még akik szeretik a suttogást. Az első, James Dashner... Elfelejtettem a könyvet. Sziasztok, Matilda vagyok. Nem könyvben. Nagyon sok film van könyvön alapul, de ugye nagyon... A főszereplőnk Quentin. Szóval a főszereplőnk Kentin. Kantin. Szóval a főszereplőnk... És hát ilyen, van benne elég sok... Nyom! Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, lájkoljátok. Most elmet az Úristen, hogy hozzá vagyok szokva. Sziasztok!
Mit szoktam mondani? És ennek a videónak a leírását megtaláljátok. 2, 4, 6, 8, 9, jól számoltam. Egy korábbi videóban már elmondtam, hogy nem a borító alapján kell megkönyvelni. Jó, ezt is szeretem, ez is olyan szép. A következő tőle. Tehát még a könyv nem jött ki, és megláttam a húslinca. És azóta még nem olvas. Sziasztok, Matilda vagyok, és ma a... De... Mi? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban... Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban bemutatom azokat a könyveket, amiket... Milyen hónap volt? A második... hogy... Így... Novella van, ilyen varázslóknak a... Most sötét lett így. Komolyan? Ó, megvan a scrapbook! Hi! És nincs is... Na. És nincs is jobb adnál, mint egy esős napon visszatérni az első Roxfortos... Mi az? Szóval nincs is jobb egy na. Szóval azt hallottam. Azt hallottam. Ezek ilyen kis szívmelengető történetek, amikkel jól megkockozni. Ha ugye valaki... Na. Gyújtsd ki a szereplőket. Autokorrekt. Apa! Igen. Szóltál? Halluzok. De jó. Ez az én júniusi... Mi? Nem. Mindjárt szétesik a kupacom. Szia... eltéptem. A technősök végtelen. Itt. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Várhatod a nyári szünet. Hát, remélhetőleg ezek közül a könyv valamelyik sikerül valakit iskolába visszamenős hangulatra. Úristen. Hogy hívják? Szóval merev pálcáma. Ő itt hópihe. Köszönj, hópihe. És nagyon aranyos ez is, és újra kéne... most kedvet kaptam az, hogy újra nézem a mesét. Nem? Mikor én ezt a könyvet olvastam, akkor volt ugye az ezt olvastam... Na várjál, ezt most nem tudtam, hogy megkomponálni ezt a mondatot. Azokban... Na, ez hülyeség. Felejtsük el, amit most mondtam. Jó. Hogyha ti is olvastatok már karácsonyi történetet, amit ajánlanátok, bocsánat, még egyszer kezdem, ez nehéz szóösszetétel. Szóval még egyszer. Hogyha ti is ajánlanátok... Nem. Összehozom. Hogyha nektek is van olyan karácsonyi Nem. Nem fog menni. Nem mondom azt, hogy kis mert olyat nem illik. A gyerekek, hogy új, én ennyi kalózt töltem meg, és én meg így... Kiég az egyik izzomítem. Ja. Igen, tényleg. És hogyha valaki szeretné, nyugodtan kitöltheti a komment szekcióban a kérdéseket erre a tagre. Azt hiszem, ez így értelmes volt. Vagy... Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, találkozunk jövőre!